Több mint 60 edzést és jó néhány felkészülési mérkőzést követően pénteken már éles meccsen lép pályára Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A szezont felvezető szerdai sajtótájékoztatón Siska János vezetőedző elmondta, a tervezett munkát mind a konditeremben, mind a pályán elvégezték, az edzőmeccseken is jól szerepeltek, így bizakodva várják a rajtot. 6 hetes felkészülése készültünk, de ez kitolódott azért, mert 15-én kezdődött volna a bajnokság, de a Bajával megbeszéltük, hogy 27-én kezdjünk. Ezért egy másfél héttel tovább tartott a felkészülés, ami nem baj, mert így a csapat össze tudott élni, illetve a külföldi játékosunk a múlt hét közepén érkezett, és azért vele is tudtunk azért edzéseken gyakorolni, illetve kedden játszottunk egy edzőmeccset Jászberényben, ahol nagyon jó benyomást keltett a játékos. Az amerikai Brighton Hobbs mellett Dancsás András, Szobi Dániel és Brúgós Olivér számít új kosarasnak a kékcápáknál. Olyan játékosok, akiket már régóta ismerhettek a Nyíregyházán játszó játékosok is, hiszen az utánpótlás válogatottban, vagy a bajnokság eddigi szakaszában, előző években is találkozhattak sokat, például a Szobi Danival, aki úgy gondolom, hogy nagyon szépen illeszkedik a csapat szerkezetébe, egy idősebb játékos, de szerintem a többiekkel is megfelelőképpen kialakult az a kapcsolat, ami szükséges ahhoz, hogy a csapatunk el tudjon kezdeni a bajnokságban mérkőzéseket játszani. Az amerikai légiósunkhoz természetesen nem lehet ilyen kapcsolat, de mégiscsak van valami kis nyíregyházi kötődés, hiszen az előző éves Mike Harmonnak ő szobatársa volt valamikor az egyetemen, úgyhogy valamilyen módon mégiscsak kötődött az előző éves csapatunkhoz ő is. A nyíregyháziak pénteken a piros csoportban újonc, de veretes múlttal rendelkező Baja otthonában lépnek pályára. A Baja most került fel, egy nagyon lelkes csapat. Én úgy gondolom, ebben a piros csoportban idegenben nagyon nehéz lesz nyerni, így Baján is. Én úgy gondolom, hogy teltházas mérkőzés fogunk játszani. Mindenképpen maximálisan készülünk a Bajára. Szerencsére sikerült megszereznünk egy edzőmérkőzéseket, amiről fel tudunk készülni. De én mindenképpen győzelmet várok a csapattól, hiszen ha olyan reményeink vannak, hogy négy közé akarunk kerülni, akkor ezeket a mérkőzéseket meg kell nyernünk. A kékcápákat hazai környezetben először a HEP kupában láthatják a szurkolók, október 2-án szerdán a Debrecen U23-as csapata látogat a Continental Arénába.